A Resica Bányai Csészémi ellen lépett a pályára az FK Csíkszered a labdarúgó második liga negyedik fordulójában. Több helyzetet is kidolgozott az FK, viszont támadásaikban nem volt elég átütő erő. A második játék részben végül egy büntetővel jutottak vezetéshez Magyari Szilárd góljával. Az öröm azonban rövid ideig tartott, alig 15 perccel később Dragics Jánu elé került a labda, aki a lehetőséget kihasználva egyenlített. A mérkőzés 1-1-es döntetlennel zárult, ezzel az FK Csíkszered a 2 pontot veszített hazai pályán. Jövő szombaton idegenben javíthatnak, a Vítorul Törgu Zsiu otthonában lépnek pályára.